Ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát definiáljuk, először jó lenne definiálni az intelligenciát magát, tehát hogyan működik az embernek, vagy akár az állatoknak az intelligenciája. Alapvetően az élőlények, beleértve az embert is, megfigyelik a valóságot, ha szakszerűen vagy tudományosabban akarjuk mondani, akkor adatokat gyűjtenek a világból az érzékszerveken keresztül. Ez a mentális kép, ami a bejövő információkból épül folyamatosan, ez egyre jobban tükrözi a valóságot. Tehát mint egy kis modellje, egy kis virtuális valóság keletkezik az ember fejében. És valahogy a mesterséges intelligencia is ugyanezt csinálja, sok-sok adatot gyűjt, és a sok-sok adatot megpróbálja kondenzálni, levetíteni egy olyan térbe, ahol előjönnek azok az összefüggések, amik igazából vezérlik a valóságot. Ha úgy vesszük, a tudomány mindig is a mesterséges intelligenciával foglalkozott, csak máshogy hívtuk. Tehát mondhatom mondjuk egy klasszikus példa, mondjuk a naprendszer működésének a megértése, hogy ez évezredeken át történt, ugye az ókori araboktól, görögökön át, egészen mondjuk, ami egy kiemelkedő esemény volt, ugye Galilei és Kepler. Tehát ott is arról volt szó, hogy sok-sok adatot gyűjtöttek, ugye a csillagoknak és a bolygóknak a pozíciójáról, és akkor utána ezt próbáltuk egy modellben megalkotni, miből lettek ugye a gravitációnak a törvényei a későbbiekben. Mára amiatt, hogy egészen meglepő módon tudja ezeket az adatelemzéseket, ezeket az összefüggéseket feltárni a gép, akkor manapság már jobban nevezhetjük, vagy bátrabban nevezhetjük mesterséges intelligenciának. Tehát én magam például egy pár éve még csak inkább szerényebben, vagy tapintatosabban gépi tanulásnak hívtam, de mára tulajdonképpen, főként ezek a generatív nyelvi modellek, ChatGPT, mindenki próbálta már gondolom, ezek tényleg intelligensen viselkednek, tehát szerintem jogos már a mesterséges intelligencia elnevezés. Én valamikor a 80-as években jártam egyetemre, és volt a mesterséges intelligenciának már akkor is egy hulláma, egy hullámhegye tulajdonképpen, ezt szokták is mondani, hogy különböző ilyen hullámhegyek vannak, és közte pedig mélyebb völgyek, vagy AI winter, így mondják ugye angolul, mesterséges intelligencia telek, amikor kevésbé kutatják ezt a területet. Akkor igazából elméleti modellek alakultak ki, gyakorlatilag szinte az összes elméleti modell, amire most alapulnak ezek a rendszerek, azok már akkor kialakultak nagyrészt. És a fizikához úgy kötődött az egész, hogy a modell az valahogy az emberi gondolkodás, az emberi idegrendszer volt, ami, mint tudjuk, sok milliárd idegsejtből áll. És egy fizikus számára persze mindig egyszerűsíteni kell a dolgokat, a fizikus mindig elhanyagolja a fölösleges részleteket, tehát mint az említett naprendszer mozgásánál nem foglalkoztak ugye Kepler és Galilei azzal, hogy a napban milyen magfolyamatok játszanak, nem is tudtak róla, hanem csak tömegpontot vették. Így a fizikusok mondjuk az idegrendszerben lévő idegsejteket két állapottal jellemezték, működik vagy nem működik, bekapcsolt vagy nem kapcsolt, és ez egy bonyolult hálózatban van. Csak ez megfelelt matematikai szempontból bizonyos spinrendszereknek. Van például egy nemzetközi együttműködésünk, ez egy járványgenetikai adatbázisokról szóló együttműködés, ami most a Covid kapcsán nagyon aktuális is lett. Azt tudom mondani, hogy szinte mindenütt jelen van az ELTE-n is a mesterséges intelligencia. Tehát van egy nagy hazai együttműködés, mesterséges intelligencia nemzeti labor, ebben benne van a informatikai kar, benne van a matematikai intézet, benne van a fizikai intézet, de tulajdonképpen az ELTE-nek szinte minden karán megjelenik a kutatásokban, tehát nyelvi elemzésekben egyértelmű, régészeti kutatásokban használják, és sorolhatnám még ezt, tehát igazából azt lenne könnyebb felsorolni talán, hogy hol nincs, de ahol nincs, ott is hamarosan lesz. Mi általában a kutatócsoportommal arra fókuszálunk, hogy hogyan lehet hasznosítani, használni tudományos kutatásban, tudományos adatfeldolgozásban a mesterséges intelligenciát. És akkor itt az egyik, úgymond angolul mondva low hanging fruit, tehát alacsonyan elérhető gyümölcs, amit viszonylag könnyen meg lehet csinálni a meglévő módszerekkel, azokkal a képfeldolgozó módszerekkel, amit eredetileg ugye hétköznapi feladatokra, kutyák, macskák felismerésére is sorolhatjuk, ezeket a vicces feladatokat fejlesztették ki, hogy ugyanezeket átalakítani arra, hogy mondjuk orvosi képeket is tudjanak elemezni, tehát hisztopatológiai képeket, mammográfiai felvételeket. Arra mindig fókuszálunk, hogy ez ne csak egy mesterséges intelligencia kutatás legyen, együttműködjünk azokkal a szakemberekkel, akik tényleg értik annak az adott területnek az igényeit. Tehát így számos együttműködésünk van, mint hazai, például a Semmelweis Egyetem több csoportjával is dolgozunk együtt, kórházakkal dolgozunk együtt, illetve vannak nemzetközi kutatócsoportok, akikkel szintén közösen folytatunk kutatásokat.
A mesterséges intelligenciával foglalkozás az természetesen viszonylag hamar bekerült az ELTE-n az oktatásba, hiszen az ELTE egy kutatóegyetem. Jó pár évvel ezelőtt mesterképzésen kialakítottunk egy tudományos adatanalitika és modellezés specializációt, ami adattudomány, gépi tanulás fókuszú. És akkor ez azóta nagyon sikeres, igazából szinte a mesterképzésen lévő fizikus hallgatóknak a nagyobbik része föl is veszi ezt a kurzust, és ezekre a kurzusokra mára nem csak fizikus hallgatók járnak, hanem járnak matematikusok, járnak biológusok, szociológusok is, és így egyre jobban kiterjed az, hogy kiknek és milyen módon lehet oktatni ezeket az új technológiákat. Ami most szerintem a legnagyobb kihívás igazából, hogy meg tud-e tanulni, vagy tud-e olyan problémákban segíteni nekünk a mesterséges intelligencia, amit az ember önmaga nem tudott megoldani. Az a kihívás, hogy olyan dolgokat meg tud a mesterséges intelligencia válaszolni, amire az embernek abszolút nincs válasza, illetve az embernek a valamilyen szempontból limitált kapacitása nem engedi ezt meg. Azt hiszem mára gyakorlatilag az összes hallgató megismerkedett a mesterséges intelligencia használatával, tehát most ugye nagyon népszerűek ezek a nyelvi modellek, ChatGPT és társai, és tapasztaljuk is igazából, hogy mondjuk beadandó feladatokban használják ezeket a módszereket, de általában ezt nem tiltjuk, hanem inkább biztatjuk őket, hogy használják, de ésszel használják. Az a nehézség benne, hogy annak, aki nem tud még sokat, vagy éppen tanul, nehezebb eldöntenie, hogy melyik információban bízhat meg. Azt mindenki tapasztalt, hogy nagyon meggyőzően tud olyan dolgokról is beszélni a mesterséges intelligencia tetején, mint egy rossz diák, amiről gőze sincs. Én például napi szinten használom, tudományos cikkeket olvasunk együtt egy ilyen nyelvi modellel, diákjaim is rendszeresen, különösen amikor ilyen multidisziplináris területek vannak, hogy mondjuk orvos és mesterséges intelligencia, nyilván az orvosi szakcikkeknek a nyelvezete az nehezebben fogható mondjuk egy fizikus hallgató számára, de közösen olvasva el tudja magyarázni a nyelvi modell egyszerűbb szavakkal, vagy azt mondom, hogy én egy fizikus hallgató vagyok, magyarázd el nekem ezt és ezt az orvosi szöveget. A mesterséges intelligencia az egészen biztos, hogy velünk marad. Tehát ugye voltak különböző hype-ok a tudomány, meg a kultúra területén, amik jöttek és elmúltak. Ez úgy tűnik, hogy nem olyan. Tehát ez egyértelműen ez velünk marad, és egyre nagyobb intenzitással jelen lesz, sőt tulajdonképpen sok szempontból felgyorsult formában, hiszen, ahogy mondtam az előbb, a mesterséges intelligencia kódot is tud írni, így a kódfejlesztés, ami az újabb modelleket kialakítja, gyorsul. Az a legfontosabb szerintem úgy az ember számára, vagy a következő kutató generációk számára, vagy leendő ELTE-s hallgatók számára, és hogy nyitottak legyenek mindenre. Nem kell félni kipróbálni a dolgokat, tehát nem csak figyelni kell és várni, hogy helyettünk történjenek a dolgok, hanem aktívan bekapcsolódni. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy próbálkozzon saját maga, és használja ezeket a technológiákat, és találja ki, hogy mire tudja ő hasznosítani.